Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Átnézik a város helyzetét, leállítatta a folyamatban lévő beruházásokat Dombóvár megválasztott polgármestere. Halálos baleset, kábítószert és alkoholt is fogyasztott a kégynél gázoló sofőr. Több százmilliós csalás, uniós és állami pénzeket tüntethettek el vállalkozók. Hazánk ötödik legnagyobb pénzintézete lesz, a Hungária Takarék is beolvad a Takarékbank ZRT-be. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Leállítatta a folyamatban lévő beruházásokat Dombóvár megválasztott polgármestere. Pintér Szilárd azt mondja, nem tervez személyi változtatásokat. A testület megalakulását követően átnézik a város helyzetét, és az alapján döntenek a további teendőkről. Napi egy órát tölt egyelőre a polgármesteri hivatalban Pintér Szilárd Dombóvár megválasztott új polgármestere. Az első dolga volt, hogy a folyamatban lévő beruházásokat leállítatta. Első intézkedésem közt volt, hogy jelenleg folyamatban lévő beruházásokat leállítottam, tekintettel, hogy azokba szeretnénk belenézni. Ez nem azt jelenti, hogy ezek nem fognak megvalósulni, de szeretnék látni, hol tartanak, műszakilag milyen megvalósulási százalékban vannak, és mikor várható a befejezésük. Ezeken sokáig nem ülhetnek, mielőbb döntést kell hozni. A legfőbb kérdés most az, hogy megvan-e a fedezet a beruházásokra, vagy nincs. Személyi változásokat nem tervez az új városvezető. Személyi változásokra nem lehet számítani. A hivatal esetében az állománygyűlés szerdereggel 8 órakor megtartottam, 72-es kollega ezen részt volt, jegyzőórát mellettem. Én mindenkit megnyugtattam, az úriember, aki mellettem áll, dr. Szabó Péter, továbbra is Dombóvár város főjegyzője, és minden ember munkájára szükségünk van. A képviselőtestület október 23-án alakul meg, november közepéig át kell nézzék a város gazdálkodását. Ha vannak lejárt számlák, azokat rendezni kell, az élet várhatóan december közepére zökken vissza a régi kerékvágásba. Ács Rezső polgármester az őt sújtó 345 ezer forintos pénzbüntetés miatt, Bomba Gábor polgármester jelölt pedig a polgármester választás megismétlésének elutasítása miatt fellebbezett a helyi választási bizottság döntése ellen Szekszárdon. A HVB pénteken döntött arról is, hogy törvénysértések miatt 6 szavazókörben meg kell ismételni az önkormányzati képviselő választást. A Fidesz városi elnöke Horváth István kifogásában 7 szavazókörben kérte a voksolás megismétlését, így ezt a döntést is megfelebbezték, illetve jogorvoslatért fordultak a testülethez az érintett ellenzéki képviselők is, akik a vasárnapi, a mostani döntéssel megsemmisített eredmények alapján mandátumot nyertek a 2-es és 8-as számú egyéni választókerületekben. A fellebbezésekről a Területi Választási Bizottság 3 napon belül hoz döntést. Letették a hivatali esküt Bonyhád képviselői alpolgármesterei, valamint polgármestere. A várost a következő 5 esztendőben is Filóné Ferenc Ibolya vezeti. Potápi Árpád János államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, 29 éve vezeti a várost a jobb oldal. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere tette le hivatali esküjét. Az ünnepi testületi ülésen fogadalmat tettek a képviselők és a két társadalmi alpolgármester, Őri Csaba és Szabó Tibor is. A választást értékelve Filóné Ferenc Ibolya azt mondta, az elmúlt 5 év eredményes munkájának tudható be, hogy a város lakossága ismét a Fidesz-KDNP-nek szavazott bizalmat. Azért volt számomra teljesen más, mint az előző. Nem csak maga az eskütétel, hanem már maga az egész megméretetés és az egész kampány, mert itt már arról a munkáról adtak véleményt a bonyhádiak, a választópolgárok, amit az elmúlt 5 évben végeztünk. Az ünnepségen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki maga is volt városvezető. Kiemelte, az elmúlt 29 évben mindig a Fidesz jelöltjei vezették a várost. Én úgy gondolom, hogy ez egy óriási felhatalmazás, egy óriási bizalom,
amit újra és újra a képviselőtestületeknek, illetve a polgármestereknek meg kell mutatni, vagy bizonyítaniuk kell, hogy megszolgálnak ezért. Én remélem, hogy sikerül a következő 5 évben is közösen úgy dolgozni a városért, a város környékért, az itt élő emberekért, hogy 5 év múlva, 3 év múlva, illetve 5 év múlva is hasonló sikerekről tudjunk beszámolni. Filóni Ferenci Bolya azt mondta, reményei szerint a hiteles munka elég ahhoz, hogy az az emberek számára is meggyőző legyen az elkövetkezendő időben. Reményei szerint hasonló fejlődés előtt áll Bonyhád, mint amelyet az elmúlt ciklusban sikerült véghez vinni. Október 31-én a Hungária Takarék 10 másik takarékszövetkezettel és 2 bankkal együtt beolvad a Takarékbank ZRT-be. Az egyesüléssel együtt járó változásokról, valamint a takarékszövetkezetek múltjáról is szó volt azon a szakmai vacsorán, melyet a pénzintézet tartott legnagyobb partnereinek Szekszárdon. Mi viccesen azt mondtuk magunkba, hogy eljöttünk az utolsó vacsorára, de ez nyilván, ha technikailag nézem, persze, mint Hungária Takarék Szövetkezet, mint jogilag önálló entitás, ez igaz is, de természetesen lesz első vacsora is majd, csak az Takarékbank ZRT-nek fogják hívni. A takarék szövetkezetek múltját, annak Tolna megyei vonatkozását, érdekességeket is megosztott Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója azon a vacsorán, amit partnereinek tartott a pénzintézet Szekszárdon. Itt alkalom nyílott arra is, hogy a bankvezetői a takarék szövetkezetek egyesülésével együtt járó változásokra is felkészítsék legfontosabb és legrégebbi ügyfeleiket. Köztük volt a Nagymányoki Agroman Kft. Ügyvezető igazgatója is. Cég megalakulása óta a takarékszövetkezetnek az ügyfele vagyok. Igazából a takarékszövetkezetet azért választottam, mert egyrészt személyes kapcsolatom volt a takarékszövetkezet vezetőjével, másképp pedig a rugalmasság és a személyes ügyfél kapcsolat miatt lényegesen jobb lehetőségeink voltak, mint más nagyobb bankoknál. Október 31-én a Hungária Takarék 10 másik takarékszövetkezettel és 2 bankkal együtt beleolvad a Takarékbank ZRT-be. Gáspár Csaba azt mondja, ennek az egyesülésnek az lesz az eredménye, hogy a takarékszövetkezetek egy országos nagy pénzintézetként megújult formában új szervezeti keretek között működnek majd. Az ügyfelekre nézve reményeim szerint esetleg az átálláskor tapasztalható kisebb zökkenőkön túl pozitív hatása lehet ennek az egyesülésnek, hiszen számos olyan erőforrás többlet keletkezhet az újonnan létrejövő takarékbanki szervezeti keretek között, amelyek újabb fejlesztéseket, újabb innovációkat tesznek remélhetőleg lehetővé. A jogi egyesüléssel egy időben a Takarékkereskedelmi Bank ZRT informatikai rendszerét egyesítik a Takarékbank ZRT már működő hálózatával, ezért 5 napos informatikai átállás után október 31-ét követően november 6-án indulnak újra a bank szolgáltatásai, mely az új Takarékbank ZRT minden fiókját és szolgáltatását érinti majd. Ennek a technikai koordinálása, lebonyolítása egy rendkívüli feladat, nem mindennapi semmiképpen, és elképzelhető, hogy november 6-án, amikor elindul ez az új rendszer, több-két bankszünnap után, akkor lesznek kisebb fennakadások, de azt kell mondjam, ez egy természetes kategória, ez nem szabad, hogy okot adjon semmilyen feszültségre, ezen túl leszünk, és utána tud működni az új rendszer. Novembertől a Takarékcsoport egyetlen univerzális kereskedelmi bankja több mint 1 millió ügyfelet szolgál ki, és az ország legnagyobb fiók hálózatát működteti, körülbelül 1,5 millió számlát fog kezelni. 725 millió forint uniós és állami mezőgazdasági támogatást csaltak el cégvezetők az ügyészség szerint. A vállalkozók tyúktartó telep létrehozását vállalták, ám már a pályázat beadásakor tudták, hogy nincs annyi pénzük, amennyi az önrészhez kellett volna. Éppen ezért mindent túlárazva írtak be a pályázatba. Tojástermelő telepet építettek volna a vádlottak Pécsváradon. Ehhez több céget is létrehoztak, az egyikkel pedig részben uniós, részben állami mezőgazdasági támogatásra pályáztak, összesen több mint 725 millió forintra. A pályázatban azt vállalták, hogy 470 millió forintért egy már meglévő telep épületeit korszerűsítik, 242 millió forintért pedig gépeket vesznek. A támogatási igényben jelentősen túlárazták a majd megvalósítandó beruházást, mivel hogy a támogatásnak a feltétele az volt, hogy a
ahhoz jelentős mennyiségű önerő is kellett volna, amellyel azonban a vádlottak nem rendelkeztek. A pénzt végül megkapták, ám az eredetileg pályázottnál sokkal olcsóbb és rosszabb minőségű gépeket vettek, és az építkezéskor elvégzett munkát is eleve túlárazottan tüntették fel a pályázatban. De nem csak így csaltak a vádlottak az ügyész szerint, hanem a cégeik könyvelését is meghamisították. Ehhez egy Szlovákiában bejegyzett vállalkozást használtak, amitől papíron szellemi terméket, egy gyártási technológia leírását vették meg. Tojóbaktériák vásárlására kötöttek licenc szerződéseket, ténylegesen azonban semmiféle licencet nem vásároltak, ez arra szolgált, hogy költségként magas összegeket elszámolhassanak, így az adófizetési kötelezettségüket, az adóalapot is csökkentették ezáltal. A sorozatos csalás végül az adóhatóságnak tűnt fel, ők kezdtek nyomozni az ügyben, aminek mostanra 7 vádlottja van. Az ügyészség szerint az elsőrendű vádlott irányította az egész folyamatot, a felesége pedig a könyveléseket intézte. A legfiatalabb vádlott pedig még 21 évesen volt a bűncselekmények elkövetésekor. Ha a bíróság bűnösnek mondja ki őket, akkor a különösen nagyértékű költségvetési csalás mellett még több bűncselekményért is felelniük kell, és vissza kell fizetniük az okozott 725 millió forint kárt. Egy ember meghalt, ketten súlyosan, 10 pedig könnyebben sérültek meg autóbalesetek következtében Tolna megyében a hétvégén. A legsúlyosabb baleset a 65-ös úton történt Kétyen. Itt az úttest mellett füvet nyíró helyi férfit gázolta halálra egy ittas, kábítószert fogyasztó autós, aki elveszítette uralmát a járműve fölött. Felborult, összetört autó, kidőlt kerítés, rendőrségi helyszínelés jelei. Ezek a képek a hétvége legsúlyosabb baleseténél készültek Kétyen. Itt egy autós elütött az úttas mellett éppen füvet nyíró helyi férfit. Halálos kimenetelű baleset 2019. október 20-án a délutáni órákban történt Kégy belterületén, ahol egy 35 éves tolnai férfi az autójával közlekedett, és vélhetően a sebesség nem megfelelő megválasztása miatt kisodródott az útról, neki ütközött az úton, az úttest mellett füvetnyíró személynek, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A sofőr valószínűleg azért vesztette el uralmát az autója fölött és gázolt halálra egy embert, mert ittas volt és kábítószert is fogyasztott. A 35 éves tolnai férfit a bonyhádi rendőrök őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A másik súlyos baleset szombaton este történt Dunaföldváron. Itt egy fiatal fiú hajtott túl gyorsan, és nekiütközött egy autóbusz öböl magasított patkájának. A jármű hátsó kereke kitörött, az autó irányíthatatlanná vált, és nekiütközött egy villanyoszlopnak, valamint két parkoló autót is összetört. Úgy tudjuk, az autót egy izsáki 15 éves fiú vezette, aki engedély nélkül hozta el otthonról a család autóját, ráadásul jogosítvánnyal sem rendelkezett. A járműben 4 utaztak, akik mindannyian 13 és 15 év közötti fiatalok voltak. A balesetben 2 súlyosan, 3 pedig könnyebben sérültek meg. Ebben a balesetben nagyon fontos elmondani, hogy itt is a járművezető sem, valamint utasai sem használták a biztonsági övüket. Tolna megyében 9 halálos baleset történt a 10 hónap alatt, és 12 vesztették az életüket az utakon, míg tavaly ugyanebben az időszakban 13 halálos baleset történt. Horvát nemzetiségű magyarok a Dombovári Kisebbségi Önkormányzat képviseletében a dombovári, illetve két másik vasutas csapat részvételével idén is megtartották a már hagyományos 4 csapatos labdarúgó tornát a Csikós-Töttösi pályán. Az eseményen megjelent a horvát főkonzul Iván Horvát, aki azon reményét is kifejezte, hogy a jövőben felerősödnek Dombovár térségében a más területekre is kiterjedő, határokon átívelő magyar-horvát kapcsolatok, barátságok. 4 éremmel vették ki a részüket a Tolna megyei maratoni kajakosok, illetve kenusok a magyar csapat által elért 21 éremből a hétvégén Kínában lezajlott világbajnokságon. Női egyesben Kiszli Vanda megvédte a felnőtteknél tavalyi világbajnoki címét, és amolyan bemelegítésként a nők számára először rendezett 3,5 kilométeres rövid távon sem talált legyőzőre, így duplán világbajnokként érkezik haza. Kiszli Vanda maradt az új kajak királynő a világon maratoni szakákban. A sportág Kínában lezajlott idei világbajnokságán a felnőtteknél a paksi Asek kajakosa megvédte világbajnoki címét, de másról is emlékezetes lesz számára az idei év legfőbb versenye. Ebben a szakákban is bevezetett speciálisnak számító 3,5 kilométeres, először megrendezett rövidtávú verseny első világbajnokságán is
Kiszli Vanda bizonyult a legjobbnak, így két VB aranyjal érkezik haza Kínából a paksi maratoni kajakos. A másik két érem, amit Tolna megyei klub versenyző szereztek, ezüstök. Az egyiket a kenuszakák feltörekvő, rövid és hosszú távon egyaránt versenyző paksi Kollár Kristóf érte el az ifjúságiak mezőnyében. Szépen zárult az utolsó versenynap is Tolna megyei szempontból, tekintettel arra, hogy a tolnai Boros Adrián csak úgy, mint a nyári Európa-bajnokságon Franciaországban új párjával, a dunaújvárosi Máté Krisztiánnal óriási harcot folytatva a világbajnoki címért a második helyet szerezte meg, megelőzve spanyol, portugál és dél-afrikai riválisokat. Regionális hírekkel folytatjuk. Mobiltelefonkereskedők trükköztek, csak nem 4 milliárd forint áfát csaltak. Fegyveres elfogás, bilincselés, gyakorlati bemutatóval népszerűsítik a NAV munkáját. Vitorlát bontottak, hajózási technikusok végeztek Siófokon. Majdnem 4 milliárd forint áfát csalt el az a mobiltelefonkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet, amit a napokban négy napos nemzetközi akcióban számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt folyik. A szervezet irányítói akár 20 év szabadságvesztést is kaphatnak. Ezeken a felvételeken jól látszik, ahogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommandósai betörnek egy ingatlanba. A napokban ugyanis egy bűnszervezet 9 tagját fogták el, akik mobiltelefonkereskedelemmel foglalkoztak. A bűnözők csaknem 4 milliárd forint áfát csaltak el, céghálózatuk pécsi irányítással az egész országban működött. Ezen felül hazai és uniós cégeket is bevontak a láncolatba. Ausztriából történt a beszerzés a termékeknek, ami kifejezetten márkás nagyértékű mobiltelefonok voltak. Majd ezt közvetítő cégeken keresztül adták tovább, pontosan azért, mert az első magyarországi értékesítés az már áfaköteles lenne, így nem a magyarországi nagykereskedőnek kellett megfizetnie ezt az áfát, hanem a közvetítő cégeknek. Kellett volna, ugyanis nem fizették meg. Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, a további értékesítéskor nagyon kedvező árat tudtak képezni. A belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áthárított áfát is visszaigényelték. A szervezők az importárut alig egy nap alatt átfutatták a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba. A bűnszervezet felszámolásában a NAV munkatársai, valamint hazai és uniós nyomozóhatóságok vettek részt négy napon át. Az akció napján 6 gyanúsított őrizetbevételére, illetve később a bíróság általi letartóztatására került sor. A gyanúsítottakat kihallgattuk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, amely azonban üzletszerű és bűnszervezetben történő elkövetés miatt a büntetési tételt akár 20 évre is emelheti esetükben. A költségvetést ért kár megtérítésére a NAV összesen mintegy 2,3 milliárd forintnyi vagyont zárolt. Luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, bankszámlákat 1,7 milliárd forint értékben, de egy 373 milliós jogosulatlan áfa visszaigénylés kiutalását is sikerült megakadályozni. A házkutatásokon előkerült összesen 15 millió forint készpénz mellett, a nyomozók egy banki széfben további 140 millió forintot találtak. Fegyvert adtak a gyerekek kezébe, sőt, megbilincselték azokat a kisiskolásokat, akik ezt kérték, mindezt egy bemutatón, teljesen biztonságos körülmények között a Baranya megyei NAV-vám nyomozóinak részvételével. Az ötödikes diákoknak az utcai járőrszolgálatot, illetve az elfogást mutatták be. Nekik kinyírok! Ne kamerázzak! Rokk el a fegyvert! Rokk el le! Hasonljon le! Külde! Akciójelenet a Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság Munkácsi utcai épületének udvarán, Pécsen. Iskolásoknak mutatták be, milyen egy elfogás, milyen eszközökkel dolgoznak a vámos nyomozók, akiknek az arcát nem mutathatjuk. Ezeket ki is próbálhatták a gyerekek. Kiderült, nagyon tetszett nekik a bemutató. Én nyomozó szeretnék lenni, és azt tetszett a legjobban, amikor megfogták az úgymond bűnözőt, és amikor lőttek egyet. Meg lehetett nézni a dolgokat, hogy mi, micsoda, és mikor elkapták a bűnöst, és ahogy eljátszották ugye az ilyen elfogásokat, és hát nekem nagyon tetszett igazából. Mi szeretnél lenni a nagy leszel? Én már igazából egy pár éve gondolkozok azon, hogy rendőr, ilyen kutyás rendőr,
Kézbe vehették a lőfegyvereket, de a bilincselést is kipróbálhatták a fiatalok. Összesen 27 5. osztályos iskolás látogatott el az ANK-ból a NAV-hoz pénteken. Már évek óta tartanak hasonló bemutatókat, mondja a hatóság sajtóreferense. A Baranya megyei igazgatóságnak 2009 óta van diákprogramja, és ennek keretében fogadjuk a diákokat, illetve iskolákba megyünk tájékoztatót tartani adózással, illetve egyéb témákkal kapcsolatban. Ennek keretében jöttek el most a diákok, és a lenti udvaron lévő program után még egy vetélkedő is vár rájuk, ahol értékes nyereményeket kapnak. Pénteken az utcai járőrszolgálatot mutatták be nekik, ezt ismerhették meg közelebbről a kisiskolások. Cél, hogy már gyermekkorban megismertessék a NAV-val a gyerekeket, láthassák az ott folyó munkát, valamint megismerkedjenek az adózás és a pénzügyek világával. Jogellenesen próbált meg bejutni az országba 5 migráns Mohácsnál, a rendőrök október 17-én tartóztatták fel a határsértőket a Dunamenti városban. A 4 férfiból és egy nőből álló csoport tagjai török és szír állampolgároknak vallották magukat, azonban sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét nem tudták hitelt érdemlően igazolni. Velük szemben az intézkedések folyamatban vannak. Víztoronyban rekedt munkásokat mentettek a sázsdi tűzoltók, Palé településen karbantartási munkákat végeztek a víztoronyban, amikor a munkások rosszul lettek és a hidroglóbusz belsejében ragadtak. A hivatásos tűzoltók Sázsdról és Dombóvárról érkeztek a helyszínre. A mentést nehezítette, hogy több mint 30 métert kellett a toronyban felfelé menniük úgy, hogy a cső átmérője alig haladta meg az 1 métert. A 2 bajba jutott munkás végül mentőkötél segítségével szerencsésen lejutott. A mentőszolgálat szakemberei az ellátást követően mentőhelikopterrel kórházba szállították őket. 14 frissen vizsgázott hajózási technikussal bővült a Bahar csapata, még februárban indult képzés Siófokon, melynek célja a megfelelő szakemberek biztosítása a tónál. A most vizsgázott fiataloknak a gépházban és a fedélzeten is helyt kell majd állniuk. Az országban másodikként Siófokon indult még februárban hajózási technikus képzés. Az elmúlt 8 hónapban a fiataloknak elméletben és gyakorlatban is bizonyítaniuk kellett. Igazából maga a hajóvezetés az engem annyira nem az engem, inkább a gépházi szolgálat. A célom az, hogy első osztályú géptiszt legyen. Az oktatáson széleskörű ismereteket sajátítottak el a hajó gépházában és fedélzetén zajló munkákkal, a vízi közlekedés szabályaival, valamint a vízi utak, azokhoz kapcsolódó kikötői létesítmények és egyéb műtárgyakkal kapcsolatban. Pénteken délután 14-en vehették át a bizonyítványukat Siófokon. Legtöbbjük számára egy gyermekkori álom válhatott így valóra. Ez egy hivatás. A hajózás az egy nagyon gyönyörű hivatás és nagyon sokrétű, és engem igazából ez a sokrétűség fogott meg, hogy egyik nap sem olyan, mint a másik, nem egy gyári munka, hogy bemegyek a gyárba és 8-tól 4-ig ugyanazt csinálom, hanem tényleg a változatossága ez az egész. A fiatalok között akadt, aki matrózként már a Balatoni Hajózási ZRT-nél dolgozott, de többen kezdőként ültek az iskolapadba. A gyakorlati és elméleti tudást a Bahart és a Siófoki Szakképzési Centrum oktatói szakemberei segítségével sajátíthatták el. Nagyon jól viselték az akadályokat. Én magam, mint oktató, nagy erőbedobással kezdtem neki ennek a munkának. Ugyanis tudni kell, hogy én ezekkel a fiatalokkal ugye másnap együtt fogok dolgozni, és ez ugye nagyon nagyot nyomott a latba. A tervek szerint 2020. februárjában újabb hajós képzéseket indítanak Siófokon. Végül nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Átnézik a város helyzetét, leállítatta a folyamatban lévő beruházásokat Dombóvár megválasztott polgármestere. Halálos baleset, kábítószert és alkoholt is fogyasztotta a kégynél gázoló sofőr. Több százmilliós csalás, uniós és állami pénzeket tüntethettek el vállalkozók. Hazánk 5. legnagyobb pénzintézete lesz, a Hungária Takarék is beolvad a Takarékbank ZRT-be. Kedden átmeneti felhősödésektől eltekintve marad a napos, nyugodt időjárás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, viszontlátásra!